Hát annyi van, hogy mi kerülhetünk közelebb az Úrhoz. Mi igen, mert ő mindig itt van, tehát nincsen hozzá, hogy mondjam, tehát ő nem csinál egy akadályt, ő és én közöttem, hanem az az én tudatomnak a lehetősége, hogy abba a rezonancia világba, ahol az a fajta intelligencia működik, ami ezt rendezi, hogy éppen a rendező intelligenciához én föl tudok-e nőni annyira, hogy ki tudom-e nyitni a tudatomat annyira, tudok-e úgy odafordulni. Csak ezen múlik, hogy van-e vagy nincs, mert pontosan attól van valami, hogy arra nézünk és arra koncentrálunk. Ettől van. Tehát, hogyha az Isten nem akarjuk a világunkba, és ateisták vagyunk, úgy is lehet. Mert az Istent nem érdekli. Bele van kombinálva. Egy kőtől se várja el, hogy tudjon róla. Hát, és van kő. A világ tele van kövekkel, meg homokkal, meg mindennel. És az Úr nem kéri számon, hogy te homok fiam, te hiszel bennem. Jaj, nem, ki végyem. Na látod, akkor el vagy kárhozva, te homok. Nem csinálja az Úr ezt. Mindenki a maga helyén, ahogy ő vele van, hát nyilvánvaló, hogy aki állandóan az Úrral foglalkozik gondolatban, az ő világában az Úr állandóan ott van.